Sziasztok! Ebben a videóban a képek feldarabolásáról lesz szó. Erre akkor van szükség, hogyha szeretnéd nagyobbba kinyomtatni a képedet, mint amilyen nyomtató a rendelkezésedre áll. Tehát például ebből szeretnél egy 40x30-as méretű festményt csinálni például, de csak A4-es nyomtatód van. Akkor szét kell darabolni a képet, ebben az esetben négy fele. Tehát, hogyha még nagyobbba szeretnéd festeni vagy rajzolni, akkor pedig annak megfelelően ki kell számolni, hány lapra fér rá. Ebben az esetben ugye négy felé kell osztani, tehát itt látjátok ezen a sematikus ábrán, hogy itt a teljes kép, és akkor a négy egyenlő darabra kell szabdalni. Ehhez szükségünk van a pontos méretére ennek a képfájnak, ennek a fotónak. Ezt itt az Ilfamu programban mutatom be ezeket a funkciókat, hogyha itt megnyomom az i gombot, akkor rögtön kiadja az információkat, és ez a fontos adat, itt ez az original size sorban, hogy az egyik irányba ugye 2064 képpont méretű a kép, a másik pedig 2752 képpont széles. Most ennek az adatnak arra van szükség, mert ennek a felére lesz szükség a beállításhoz. Most itt ebben a kis Excel táblákban csináltam rögtön egy olyat, hogy ide beírom, és itt a felét mutatja, tehát egyből látom azt, hogy milyen számokat kell beütnem majd a programban. És akkor most kezdjük el a negyedelést. Ehhez a Create Custom Crop Selection nevű, nagyon bonyolult nevű funkciót kell használni. Itt az Edit menüben a negyedik ilyen sorban található. Jó, és hogyha ezt kiválasztod, akkor itt ezek lesznek az érdekesek, ide kell beírni a számokat. Jó, elsőre a felső kettőben nullát írjál, a harmadik meg a negyedik oszlopba, illetve kis mezőcskébe, ide pedig bele kell írni a szélességét, illetve a szélességének a felét, tehát most itt nézem a táblázatot, hogy ezt a számot kell beírni, és a másikba pedig, ugye ez a hosszúság lesz, ott pedig az 1376-ot. Tehát szélesség, így, meg a magasság az eredeti képfájnak a fele-fele. Ha megnyomjuk ezt a gombot, ez a Save and Apply to Image gombot, akkor az történik, hogy a program kijelöli ezt a negyedet. Mivel pontosan a számoknak a felét ütöttem be, ezért ez pontosan a negyede lesz. Most már csak annyit kell csinálni, hogy el kell tüntetni a többi részét innen. Ezt ugyancsak az Edit menüben van egy ilyen funkció, hogy Cut Out. Itt mutatom, ezt kell megnyomni, és akkor levágja a többi részt, csak ez marad. Jó, az utolsó lépés, hogy ezt a negyedet, tehát az eredeti képnek a negyedét el kell menteni, el kell tárolni valahova. Ugye hát ezt valamilyen mentés vagy save funkcióval lehet megcsinálni. Most azt választom, hogy az eredeti helyre, ahonnan a képfájt vettem, hogy megnyitottam, oda rakom. És ezt most elnevezem úgy, hogy őszínő 1-es, mert ez lesz az első negyed. No, utána... Ugyanazt a művelcsőt előre kell kezdeni, csak ugye a következő negyedet, tehát ezt a negyedet kell kijelölnöm. Azt mondja, a következő módszerekkel lehet elérni. Itt csinálok neki egy undo nevű funkciót, azaz visszaléptetem a teljes képre. Ezt egyébként úgy is meg lehet csinálni, egész egyszerűen bezárom a képet, vagy ezt a programot, és újra elindítom, akkor megint az egész kép jelenik meg. Jó, és akkor most... Újra ezt a vágó részt, tehát ezt a Create Custom Crop Selection-t kell elindítani. Most csak annyit csinálok, hogy eltolom az egyik irányba pontosan ugyanannyival, amennyi a szélessége. Tehát ezt az 1032-t beírom ide fölé is. És ezt megnyomom, akkor megint a program ugye kijelölte ezt a negyedet, ami ezúttal már a jobb felső sarok negyede. Tehát elsőre ezt néztük meg, vagy ezt vágtuk ki, másodikra pedig ezt. És ha ez itt ki van jelölve, akkor megint ugyanazt, hogy le kell vágni róla a többi részt, csak ez marad, és utána ezt megint el kell menteni, ez lesz most az őszínű 2-es fájl. Aztán megint visszacsinálom az egészet, mármint hogy az utolsó lépést, és most ezt a harmadik negyedet fogjuk kivágni, ehhez... Ugye bemegyünk ebbe a kis ablakba, ahol a paramétereket megadjuk. Itt ugye azt kell csinálni, hogy innen kitörlöm, illetve nullát adok neki, ide pedig beírom az 1376-ot, tehát ugyanazt, amit alatta látunk.
és kijelölte ezt a bal alsó negyedet. Innen már ismerjük, levágjuk a többit, elmentjük. Ez lesz az őszínű három. És a negyedik rész ugye pedig úgy néz ki, hogy ezúttal ide is beírom a számot, tehát ilyenkor ugye úgy fog kinézni, hogy itt van a szélesség, itt is a szélesség, tehát pontosabban a szélességnek a fele, itt a függőleges méretnek a fele-fele. Látványosan, vizuálisan itt látszik, hogy most az utolsó negyedet jelöltem ki, levágom a többit, elmentem, ez lesz az őszínű négy, és akkor már rendelkezésemre áll mind a négy darabka, lássuk, és ezeket kell utána ugye berakni például egy Word-be, hogy ki tudjuk nyomtatni, a Word-be ugye azért szoktuk a Word-et használni, mert abban nagyon pontosan lehet méretezni. Tehát berakom ide, tulajdonképpen akár az összes képfájt egyből be is rakhatom. Csak itt közben kattintgatni kell, hogy mindig a jó helyre rakja be a Word. Mindig oda kattintok a kép mellé. Jó, itt össze is állt a kép, de nekünk nem ez kell, hanem az, hogy egy-egy ilyen darabot kinagyítsunk akkorára, amekkorára szükségünk van. Tehát ugye azt mondtam, hogy 30-40-es vászonra szeretném ezt festeni, az azt jelenti, hogy a kép mérete, egy ilyen képnek a mérete maximum 20x15-ös lehet. Jó, és akkor itt a vonalzónál lehet beállítani, hogyha ezt így kihúzom körülbelül 20-ra, picit kinagyítom a Word-öt, hogy jobban lehessen látni. Itt lehet látni, hogy ez most egy picit nagyobb, mint 20. Ide berakom, itt 20, itt 15, az remek, mert az a 40x30-nak pontosan a fele. Nem mindig jön ki ez ennyire pontosan, de most így jött ki, tehát ezt a képet, ezt az őszínű, őszi faleveles lánynak a képét egy 30-40-es vászonra pont egy az egybe föl lehet rakni, mert pontosan ugyanolyan arányú. Jó, amit még itt gyorsan megcsinálok, hogy a többi képet is, vagy többi darabkát is, amit oda beraktam a Word-be, azt is kihúzom olyan méretűre, mint az első, tehát hogy 20x15-ös legyen a mérete. Igen, most itt látható, hogy egy egyenesbe esnek. Jó, ezt is itt kihúzom. Így mi. És most mindegyik be van állítva 20x15-ösre, és innentől már csak el kell küldeni a nyomtatóra, és aztán ezeket a darabkákat összeragasztva megkapod az egy az egyben előrajzoláshoz a fotót. Jó rajzolást!